Szeretettel köszöntöm a stúdióban Rigl Lajost, a Szemtől Szembe ma esti vendégét, aki országgyűlési képviselő, ugyebár, de ezerrel gyűjti a támogató aláírásokat most is. Miért is? Üdvözlöm én is az Ajka TV nézőit. A támogató aláírásokat már leadtam múlt héten, 840 aláírás gyűjt 400 össze. Kellett, ugye? Így van, de most is jelen vagyunk az utcán, kopogtatunk, hiszen az állampolgárokkal a kapcsolattartásnak folyamatosnak kell lenni, nem csak az előválasztás kapcsán, hanem a 2022-es választásokig. Most jövő vasárnap ugye kezdődnek az előválasztások, vagy szombaton, de abban igazából nincs szerepe, ugye? Ha jól tudom, nincs ellenjelöltje. Képviselőjelölt, ellenzéki képviselőjelölt ebbe a körzetbe más nem indult. Viszont a miniszterelnöki jelölti szavazás az meg lesz, szeptember 18-án fog kezdődni. Itt Ajkán is lesz több helyszínen sátras kiterepülés. Én arra bíztatom a választópolgárokat, az ellenzéki választópolgárokat, éljen ezen jogukkal és keressék fel ezeket a sátrakat, és adják le a voksukat arra a miniszterelnök jelöltre, akit ők szimpatikusnak tartanak. Mennyi politikai reklám belefért, azt hiszem neveket nem mondott, tehát mindenki szabadon választhat, nem befolyásolja semmi. Ugorjunk egy kicsit vissza időben és arrébb térben, és már is sümegen érezhetjük magunkat, ahol ugye Vég László a polgármester, legutóbb Navracsis Tibor volt a vendégünk, akitől szintén megkérdezte, hogy van-e teendője ebben az ügyben, hogy mit tud csinálni. Azóta történtek dolgok, egy levélváltás a polgármester és Navracsis Tibor között, ami azt vetíti elő, hogy érdekes harc van kialakulóban a Fidesz berkein belül sümegen. Mit tud erről? Ezt nagyon jól látját, bár véleményem szerint az is elég furcsa, hogy két ugyanolyan politikai nézetet valló ember a Facebookon egymásnak levélben üzenget, holott azért alkalmuk nyílik arra, hogy akár egy választmányi fórumon, vagy akár négy szem közt is tudjanak beszélgetni ezekről az ügyekről. Mint hogy beszélgettek is egy Facebook posztból, láttam, hogy találkoztak személyesen Navracsis Tibor és Vég László. Ugye az, hogy kettőjük között milyen kommunikációs stratégia van, azt nem tudom, viszont a Facebook posztból azért az egyszerű állampolgár is azt látja, hogy Facebookon keresztül üzengetnek, levéllel üzengetnek egymással. Olyan konkrét kéréseket kért a választókerületi elnök úr, amelyeket Vég László nem biztos, hogy teljesíteni fog, ez az egyik. A másik, nagyon sok olyan kérdés merül fel bennünk, hogy ő, mint politikus és mint Fidesz választókerületi elnök, milyen befolyása van arra, hogy egy kistérségi elnöknek a munkáját befolyásolja akár napirendi pontjavaslattal. Én azt gondolom, hogy az előző fideszes választókerületi elnök, Fenyvesi Zoltán, ő neki még, hiszen térség országgyűlési képviselője is volt. Sőt, most is az. Így van, tehát ő ugyanezekkel az eszközökkel élhetett volna, de nem élt, ugyanúgy nem élt Badacsony Tomaj esetében sem, ahol azért nagyon sok olyan közbeszerzési hibát vélt felfedezni a közbeszerzési hatóság, amely bírságokra vezetett, és ugyanezek megtalálhatóak sajnos Sümeg városánál is. Ugye képviselő úr akkor Baracsony Tomajon kiállt, és azt mondta, hogy egy ekkora pályázati forrásnál belefér az, hogy ilyen kisebb fajta hibák létezzenek és legyenek. Tehát ez egy több mint 3 millió forintos közbeszerzési bírság, és még sajnos nem beszélhettünk arról, ami ezután fog következni, hogy valószínűleg a pénzügyminisztérium is bírsággal fogja szankcionálni ezeket a településeket. Sümeg esetében ezt már láttuk, Baracsony Tomaj esetében ez még sajnos majd a tehát ott egyelőre még csak a beugrót fizették meg a további hát, nagyon jól fogalmazott, igen, ez egy beugró, tehát a beugró azért is beugró, mert ez egy hiba volt a rendszerben. Ez nem egy súlyos hiba, amit a hatóságok is megállapítottak, ilyen hibának nem szabadna lenni. Most kérdezem én öntől, hogy ha Ajkán vagy Tapolcán van hasonló eset, akkor a kormánypárti média mekkora visszhangot ad ennek, és hányszor szólítják fel az adott városvezetőt, hogy azonnal mondjon le, mert hogy tönkreteszi a várost anyagilag, erkölcsileg. Mi az a kérdés hátterében, hogy itt nem kormánypárti polgármesterek vannak, hanem épp ellenkezőleg, tehát azért kapnám fel a kormánypárti sajtó ilyen szempontból ezt a dolgot. Na most mennyit nyom alatban az, hogy Vég Lászlót nemrégiben újra választották sümegi Fidesz elnöknek, városi elnöknek? Az a baj, én annyira nem látok be a Fidesz belső ügyeibe és a belső harcaiba, és ezt mondom úgy, hogy hála a jó Istennek, de nagyon sok olyan hír kiszivárog, ami arról
ad okot kételkedése, hogy ők ott egy erős belharc dúl most. És ez csak ezeknek az ügyeknek köszönhető. Az, amiről még én tudok, ez ezután jön. Tehát azért nagyon kis választókerület és kis városok és kis településekről van szó. Tehát az, hogyha egyes mondjuk országgyűlési képviselőnek az adott jobb keze végig telefonál polgármestereket, hogy egy adott pályázatíró céggel üljenek le, és beszéljék meg, hogy hogyan tudnak együtt dolgozni, mert hogyha a településük csak akkor fog nyerni pályázatot. Ha jogilag nem is lehet jelen pillanatban szankcionálni, de erkölcsileg mindenféleképpen, de hát a választókerületi elnöknek lesz, én azt gondolom, az a dolga, hogy ezeket az anomáliákat, ezeket az erkölcstelen dolgokat rendezze. Ha ezt nem teszi meg, akkor egy olyan ingoványos területen kell, hogy dolgozzon, ami számára nem megfelelő. Azt mindélik annak a Facebook posztónak a bejegyzése, hogy Vég László lazítja a talajt Navracsis Tibor alatt, és ez egy nagyon szofisztikált megfogalmazás. Inkább azt mondom, hogy nagyon gyenge megfogalmaz, nem lazítja, már nincs alatt a talaj, tehát ott sümegen. Tehát én legalábbis más pártban lévő emberként is máshogy látom, lehet, hogy ők is máshogy látják. Lehet, hogy Navracsicsnak elő kell venni a durvábbi kényét, nem? És bár ha van ilyen neki, mert... Azt rábízom, hogy ő mit tesz. Én kivárok, az idő az nekem dolgozik, a sümegi emberek viszont már azt várják, hogy itt cselekvések legyenek. Mielőtt túlságosan sümegen ragadnánk, ugorjunk ide, most Ajkára, méghozzá az Ajkai Kórházhoz, illetve az ön szakterületéhez. Ön változatlanul tovább látja az önkéntes feladatokat, mentőzik, és egy konténerállomáson is ugye ügyeletet teljesített, és ebbéli tapasztalatai hitelesnek tűnnek, mikor azt mondja, hogy kár volt Tapolcán leépíteni a sürgősségi ellátást, és olyan betegeket hozni Ajkára, akik 24 óra múlva már ki is jöhetnek a kórházból, tehát végülis Tapolcán is elláthatók lennének. Ezügyben levéllel fordult a főigazgatóhoz, az Ajkai Kórház főigazgatójához, kapott-e már rá választ? Vagy mi volt a levélben mondjuk még emellett? Az előzményekhez annyit hozzáfűznék, hogy június, július és augusztus hónapban többször voltam Baracsony-Tomajon, ugye, amit ön mondott, konténer szolgált, ez volt a régi elnevezése, most már mentési pontnak hívják. És volt olyan tapasztalat, sőt, nagyon sok olyan tapasztalat volt, amikor nem csak Tapolcáról, hanem a Balatonpartról, tehát Ábrahámhegy, Balatonrendes, Baracsony-Tomaj, Balaton-Edericsről a belgyógyászati kázusokat, tehát ami belgyógyászati megbetegedés, az nem kezd helyre, a sürgőségére kellett szállítani, hanem Ajkára. Tehát ez még pluszba megnövelte ugye a tapolcai betegekkel is az Ajkai Kórháznak a sürgőségi ellátóhelyét. Az való igaz, hogy Tapolcán jelen pillanatban papíron 15 darab aktív fekvőbeteg belgyógyászati ágy van, de az effektíve nem működik. Feltételezésem szerint valószínűsíthető az, hogy humán erőforrás gondok vannak a Tapolcai kórházban. Kevés az orvos, kevés az orvos és az ápoló. De hát ez a probléma, ez nem oldja meg az Ajkai problémát, hiszen azok a betegek, akik Tapolcáról és a Balatonpart vonzás körzetéből ide jönnek, akkor most beszélhetünk körülbelül 72 ezer ellátásról, 72 ezer főnek az ellátásáról kell még pluszba gondoskodni az Ajkai sürgősségi osztálynak, úgy, hogy az Ajkai és az Ajka környéki betegeket is ellátja. És valószínűleg nem is nőtt az egészségügyi személyzet létszáma február óta, ugye nem, a ominózus egészségügyi szolgálati törvény bevezették. Igen, tömegesen nem jöttek hát ide orvosok és ápolónők segíteni az Ajkai kórháznak a munkáját és enyhíteni a terheket. Viszont a mentőzésem során sokszor tapasztaltam azt, amikor mondjuk Edericsről behoztam egy beteget, azért az Ajkai sürgősségi osztályon dolgozó nővérek és orvosok nem láttak ki a munkából. Tehát ők nem az, hogy nem tudták ellátni, effektíve volt olyan, hogy nem tudták hova lefektetni, hiszen azon az ágyon, ahova lefektetett volna még a beteg, még vizsgálatra várt egy másik, és nem tudták, hogy melyik osztály fogadja őt be, akit még le tudnak még egy 24 órára fektetni. Tehát óriási problémák vannak. Tehát sátrakat vannak. Nem állítottak fel az udvaron, tehát hát gondolom azért háborús viszonylag. Akkor ekkora kázus azért nem alakult ki, és azért megfigyeltem azt, hogy azok a betegek, akiket beszállítottunk Tapolca és a Balatonpart vonzás körzetéből, azoknak a nagy száma, mert azért utána jártam ismeretségi körömben, hogy
egy 24 órán belül hazaengedték őket. Tehát egy kivizsgálás, vérvétel, ultrahang, megfigyelés, EKG, infundálás, és utána hazaengedték. És ezért is voltam kíváncsi arra, hogy mekkora az a beteg létszám, amit egyszer már én annó 2017-ben megkérdeztem. Ezt kérdeztem most is a főigazgatótól. Ugyanezt kérdeztem, igen, hogy mekkora az a beteg létszám, ami jelentkezett itt a ajkai sürgősségi osztályon, és egy 24 órán belül hazaengedték, és ezzel a betegállomány, ez Tapolca, illetve a Balatonpartról érkezett ide a kórházba. Hát két hét után kaptam főigazgató úrtól egy választ, hogy ezzel a kéréssel és kérdéssel forduljak az országos kórház főigazgató kommunikációs osztályához. Kérem, anonim adatokat kértem, nem kértem azt, hogy Nagy Józsi bácsi jelentkezett Tapolcára. Egy darabszámot kértem, hogy hány fő az, aki... Tehát a főigazgató tudja ezeket az adatokat, csak nem szolgáltatja ki, mert valamit ő tart, vagy a szolgálati viszonyában az van benne, hogy nem szabad. Itt a nem szabadon van a hangsúly, és ez már elég aggályos, hogyha egy olyan adatot kérek ki, ami nem tartalmaz neveket, adatokat, csak egy számot, hogy Tapolca és Honzás közetéből július és augusztusban Tapolcáról 170 fő volt olyan, akit 1-24 órán belül hazaengedtek, akkor itt nagy a probléma. Akkor mást miért kérdezzen egy főigazgatótól az ember? Hát adatgazda, ő rendelkezik azokkal a számokkal, amelyeket ki tud olvasni. Vagy vár egy rábólintásra az országos kórház főigazgató, nevezzük nevén belügyminisztériumból, egy osztályvezetőtől, hogy ezeket az adatokat ki lehet adni. Most ilyen főigazgató nincs is, csak a ilyen virtuális személy az országos kórházi főigazgató, tehát főigazgatóság van, de egy osztály van mögötte? Hát van országos kórház főigazgató, de ugyanúgy apparátussal rendelkezik, és ezen belül van egy ilyen kommunikációs főosztály is, tehát a kommunikációs főosztály mind annak idején az 50-es években, gondolom, a jó híreket közli, a rossz híreket pedig megpróbálja eltitkolni. Agitprop bizottság, vagy valahogy így hívták, az újságírók jobban tudják, tudták, én már de hát ez nagyon aggályos, hogyha akár legyen egy állampolgár, hogyha kíváncsi olyan adatra, ami közadat, akkor ő nem a főigazgatóhoz kell, hogy forduljon, hanem a belügyminisztériumhoz. Tehát itt van helyben, adatgazdaként két nap alatt ki lehet gyűjteni. Igen, hát én már fordultam az országos kórházi főigazgatósághoz, vagy főigazgatóhoz, kommunikációs osztály volt akkor, vagyis van még most is biztosan. Ez jó pár hónap ezelőtt történt, de még várom a válaszukat, ugyanis nagyon kedvesen megkértek, hogy írjam le a kérdéseimet, és majd válaszolnak. De ez nem történt meg. Ön hogy járt, vagy hogy jár, vagy mire gondol, mire hát számít? Ugyanehhez az osztályhoz irányítottak engem is, tehát... Ez egy kicsit a 22-es csapdára hasonlít, hogy csinálnak egy osztályt, de az nem csinál semmit. Igen, tehát azért ennyire messzire már nem menjünk, hogy végül utána már a belügyminisztériumtól kell engedélyt kérnem, hogy írhatok levelet a kórház főigazgatóságra. Tehát azért ez a kórház, ez Ajka, tehát Ajkáról igen. Beszélünk, az ajkai emberek építették az ajkai embereknek, tehát ne a belügyminisztériumból mondják már meg, hogy egy olyan adatot, ami mögött csak egy szám adat van, azt ne lehessen kiadni. Tehát semmi titkos nincs ebbe. Én ezt nem is értem. És akkor most gondoljunk bele abba, hogy csak erről az egy adatról van szó. Akkor többet már meg sem merek kérdezni például olyan esetet, ami az egyik ismerősömmel fordult elő, hogy Ajkán előjegyezték egy műtétre, berendelték reggel 6 órára, hogy aznap megoperálják, majd reggel 7 óra 20 perc körül közli vele az orvos, hogy a műtét elmarad, nem tudják bevállalni, azt sem tudják megmondani, hogy legközelebb mikor tudják bevállalni, és ez rajt van feketén-fehéren az árujelentésén, és az indoklásként azt írták le, hogy humán erőkapacitás miatt zárójelbe anesteziológiai és műtősnői hiány miatt halasztják el a műtétet. Most ez borzasztóan hangzik, és kísérletesen hasonló esettel találkoztam ma reggel az internetes sajtóban, úgy pontosan meg nem mondanám, hogy pontosan hol, de hogy kvázi betegek haltak már meg azért, és ez bizonyítható, mert nem látták el őket. Tehát beutalták ugyanígy egy vizsgálatra, vagy akár műtétre, és nem került rá sor, mert nincs elég orvos. Aki van egy idős hölgy, két hónapos szabadsága van egy évben már, mert annyira megszolgálta ezt, és két hónapig szünetel gyakorlatilag az ő bőrgyógyászati ellátása. Tehát ilyen esetekben mit lehet tenni, vagy mit a megoldás hosszabb távon? Sajnos a
azt kell látni, hogy az elmúlt másfél év ugye a Covidról szólt. A Covid alatt voltak ugye megszorítások, az elektív halasztható műtéteket ugye teljes mértékig eltolták 2021 nyaráig, viszont nyáron jött egy szabadságolási hullám, hiszen a nővéreknek, orvosoknak és az egészségügyben dolgozóknak is azért valamikor pihenniük kell. Ez még tovább nőtt, plusz barátet, így van. Akkor hiányzik rengeteg szakdolgozó. 5000 fő elment, amikor az új egészségügyi szolgálati jogviszonyt bevezették. Most, hogy kötelezővé tették az egészségügyi dolgozók körébe, és szeptember 15-ig minden egyes egészségügyi dolgozót be kell oltani, akik nem vállalják az oltás felvételét, azoknak megszűnik a munkaviszonyuk valószínűleg. Itt is lesz egy pár százalékos fluktuáció, aki elhagyja az egészségügyi ellátórendszert. Ez mind-mind annak a rovására megy, hogy ezek az elektív és halasztható műtétek, ezek még jobban torlódnak, hiszen a sürgősségi műtétek és beavatkozások száma az nem fog csökkenni, az ugyanannyi marad arányaiban, mint a 2020-as évben. Az, hogy hogyan lehetne megoldani, ezen már szerintem fenn az MI-be is nagyon sok osztály töri a fejét. Itt már voltak próbálkozások, volt olyan, hogy kineveznek egy szuperkórházat, mondjuk a Veszprém megyei kórházat, és oda az ellátást fogják átcsoportosítani. Az Ajkai, a Pápai, a Tapolcai kórház nappali kórházként fog üzemelni, nappal fognak operálni, nappal fognak gyógyítani effektíve. De ettől nem lesz több délután orvos. Nem lesz több orvos, maximum majd az ügyeleti rendszer. Többet kell utazni a betegeknek. Így van. És, de nagyon sok kérdés felmerül ám bennük is, ahogy bennem is. Délután 4 után akkor abba hagyják azokat a műtéteket, amelyeket aznapra elterveztek. Majd délután 6 órakor János bácsinak a vakbél műtétének a helyén vér szivárog ki. Milyenkor a teendő? Hiszen ügyelet akkor már nincsen, maximum egy orvos, aki a vizitet elvégzése, a gyógyszerelést elrendeli a nővéreken keresztül a betegeknek. Akkor Jancsi bácsit beteszik egy mentőautóba és elviszik Veszprémi kórházba, hogy operálják meg. Tehát akkor az a mentőegység az megint csak ki fog esni a mentésből, hiszen betegszállítást fog végezni adott intézmények között. Tehát óriási kérdés sor merül fel. Szóval itt végül is vannak szakmai kérdések, amik megbeszélendők, átbeszélendők csúnya szóval, és vannak logisztikai kérdések, amik szintén kapcsolnak valahogy ehhez, de bekapcsolhatók ebbe a megoldási körbe, és vannak finanszírozási kérdések, nagyon bonyolult dologról van szó. Ön már régóta mondja, hogy ez nem egy hirtelen megoldható probléma. Mire lenne szükség? Kiknek kéne egyeztetni ahhoz, hogy elmozduljon a holtpontra a dolog? Mert ezek szerint az MI ez önmagában... Elsősorban én azt gondolom, hogy legelőször nem politikusoknak kell ezen egyeztetnie. Minden egyes politikus, minden egyes képviselő az adott körzetében tudja, hogy milyen egészségügyi ellátási problémák vannak. Ezeket őszintén el kell mondani, le kell írni. Ezekre megoldási javaslatokat kell letenni az MI-nek. Egy szakmai csoportnak kell összeállnia ahhoz, hogy minden egyes megyei egészségügyi ellátórendszert, ha maximálisan nem is tudnak, de hiszen mindenkinek nem lehet megfelelő dolgot adni egészségügyi ellátórendszeren belül, de egy maximumhoz közelítő ellátórendszernek a képét alakítsák ki, és ez megvan, erre rábólintott a szakma, akkor utána a politikai pártoknak kell ezt elfogadni közösen, nem egy politikai erőnek, hanem az összes politikai pártnak, hiszen ezt több cikluson átívelően kell üzemeltetni, akár a finanszírozását, a human erőforrását, a gépeszközparknak a felújítását, és ez nem csak egy kormány, hanem több kormány ciklusokon átívelő egészségügyi reformmal lehet megoldani. Ez, hogyha 22-ben lesz egy kormányváltás, akkor az egészségügyi rendszernek a megreformálása, az egészségügyi ellátórendszer a magánszemélyek számára a hozzáférhetőségnek a maximalizálása az nem egy hónapon, nem egy éven belül fog megtörténni. Ha beleszólásom lesz abban a rendszerbe, akkor azt fogom képviselni, hogy a politikát teljes mértékig szorítsuk ki ebből az egészből. A szakma legyen az, ami dönt. Nézzük meg a területi elosztást, hogy milyen, hiszen nem lehet hasonló a Veszprémi, az Alai, vagy mondjuk a győri ellátási kapacitás. Meg még a domborzati viszonyokat is figyelme kell venni, mondtam a Kis Tibor. Így van. Tehát akkor már lehet, hogy ketten vagyunk ezzel, akik egyet értenek, és ez már egy jó irányvonal. Hát ízlelgessük ezeket a gondolatokat, ezt javaslom kedves nézőinknek is, önt pedig visszaengedem a választóihoz. Köszönöm, hogy eljött a stúdióba. Megtisztelő volt a meghívás.